hogy nem lehet két percre itt hagyni veled azt a gyereket. Itt lehet hagyni, hogyha normális. De hogyha az az első mozdulat, hogy üdvözlésképpen fejbe bassza a másikat a széklából, nehogy már ezt is toleráljuk. És akkor nekem nyomorítani? Nem összekedjetek, mindenkinek igaza van. Minek vagyunk mi még együtt? Nem tudom. Tehát én egy évvel ezelőtt kaptam egy színházi felkérést, egy kicsi színháztól, hogy csinálják egy színházi előadást, és igazából nem volt semmi prekoncepcióm, hogy miről csinálják előadást, hanem adott volt néhány színész, és közösen elkezdtünk gondolkozni, hogy mi az a téma, amit a legszívesebben most megosztanánk az emberekkel. Amiről tényleg tudunk beszélni, és van is mit mondanunk. Tehát van lényegi mondani valunk róla. Ugye a többiekkel is elkezdtünk ezekről beszélgetni, és a gyereknevelés és a párkapcsolati problémák azok az elsőként kerültek elő. Hogy miről szól, mi volt tegnap, mi volt az elmúlt pár órában, meséld el. Hát az, hogy a gyerek az örjöngött, és nem tudtunk vele mit kezdeni, és összevesztünk miatta. És stb. Stb. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor tessék, kezdjünk, lássunk neki, kezdjünk jeleneteket csinálni, és ezekből pedig történetszekvenciát. Nem nagyon vannak barátaink. Nekünk ti vagytok a példa. Meddig akarlak maradni? Nem tudják. Én tudom, hogy mi a ti szemetekben csak ilyen kis senkik vagyunk, és lenéztek bennünket, mert mi nem vagyunk, amit tudom én, milyen nagy emberek, mint ti. Hozzá már apádnak egy sört, légy szíves. Miért mosolyogsz? Figyelj, csak nem látod azt a borítékot? Igen, nincs meg. Nincs. Kedves királyok és királynők, az előadás rövidesen elkezdődik. De a munkát úgy kezdünk el, hogy, és ezt is úgy kezdtük el, hogy fotókat készítünk egymásról. Ezeket a fotókat kivetítjük, és először neveket adunk egymásnak. Összegyűjtünk 10-10 nem tudom hány nevet, ami ahhoz az archoz illik, és aztán pedig foglalkozásunkat adunk egymásnak. És amikor kiválasztottuk ezek közül a legjellemzőbbeket, akkor elkezdjük az embereket összepárosítani, újra lefotózzuk őket, és elkezdjük megnézni közöttük a kapcsolatukat. Tehát a színészek a kezdetektől kezdve a forgatókönyv kialakulásának első lépéseitől kezdve, azok intenzíven alkotóként vannak jelen a történetben. És akkor így tulajdonképpen én megírtam egy csomó jelenetet, nagyon gyorsan összeállt két hét alatt egy forgatókönyv, a színházba elkezdtük játszani, a közönség nagyon jól reagált rá, és tulajdonképpen a bemutató után egyből el is határoztuk, hogy ebből filmet fogunk csinálni, és pár hónap múlva már forgattuk is a filmet, 14 nap alatt leforgattuk, tehát ilyen instant gyorsan ment az egész. Jön egy ilyen kis 20 éves apakomplexusos kis virgács, és kész. Na, ugye, hogy megnőtt Laura. Farkasnak most csak ennyi kell. Nem azért mondom tényleg, mert mi szívesen látunk. Miért csak... nem mondtátok, hogy a terhetekre vagyunk? Mondom, hogy nem azért mondtam, csak kell nekünk ilyen színvonalatlan helyzetekben részt venni. Mert a nővérem. Bruno, mit csináltál? Képmutató kis sümi, geci. Te hülye vagy? Nagyon megszidott édesapa. Bruno! Nagyon rossz érzésem van. Rendező, apa és férj. És tanár. És barát. Igen, ezek voltak, ezekben a pozíciókban voltam. Hát, nem... Szóval mindenkinek nehéz. Az Orsolyának meg az volt nehéz, hogy színésznő, anya, a rendező felesége, feleség, stb. Tehát, hogy mindenkinek nehéz. Hát ezt valahogy koordinálni kellett. Igazából nem volt ez így nehezebb, mint hogyha egy nagy stábbal dolgoznak, mert itt legalább olyan emberek vettek körül, akiket nagyon szeretek, értjük egymás nyelvét, és nem hülyeségekkel viszik el az energiámat, tehát nem hülyékkel kell folyamatosan szkanderoznom. Tehát ez így sokkal jobb persze. Tehát inkább vagyok egyszerre öt nehéz szerepben, mint amit meg tudok oldani, mint egy olyanban, amit nem tudok megoldani.